Köszöntök mindenkit. Amint már sajtó útján is, szerintem interneten is tájékoztattam a közvéleményt, 2017. június 1-én jogerős ítéletet hirdetett a debreceni ítélőtábla abba a perbe, amit én indítottam a személyiségi jogai megsértése miatt, és elsőfokon az egri törvényszék tárgyalta. Mint egy 3,5 év után született ez a jogerős ítélet. Dr. Simon Miklós, fideszes országgyűlési képviselő és a felesége, a szintén Fidesz színekben polgármesterként ügyködő, Dr. Simonné, Dr. Rizsák Ildikó ellen. Kérem szépen, ennek a pernek az volt a tárgya, hogy 2013. november 6-án tartottak egy ilyen összevont választókerületi gyűlést, amiben Nyírbogáton, ahol olyan 130-150 személy jelenhetett meg. Ezek fideszes aktivisták, tagok, társszervek, mint a Agrárkamara részéről is voltak ott ezen a gyűlésen. A Kálói körzet meg a Nyírbátori körzet egy része egyesült, és mind a két körzetből voltak ott fideszesek. Több olyan fideszes is volt, akit még annak idején, amikor én Fidesz megyei elnök voltam, szerveztem be a Fideszbe, és alakítottunk csoportot. Ezen a választási gyűlésen szétosztásra került egy olyan mocskolódó szórólap, amiben nyugodtan mondhatom, hogy én vagyok minden, mafiózó, mit tudom én, szervkereskedő, olyan ügyvéd, aki kicsalja Ukrajnába az ügyfelét, azt megöleti, elviszi a pénzét. Tehát valami egészen párját titkült, ordinári írás. Ez még annak idején, amikor a Hír TV-ben voltunk, Hír TV folytatta ellenem a média lincselést, került fel egy szélsőséges hírportálra. Erről készült egy szórólap, amit ott nagyon szépen szétosztottak, mert ekkor már Simonék hallomásból tudták, hogy én a Nyírbátori körzetbe fogok elindulni. Na most Simon ugye retteg attól, hogy elveszítse a képviselői mandátumát, mert ő azért kucorog már, hogy 8-9 éve a mentelmi joga mögött, hangsúlyozni szeretném, hogy köztörvényes bűncselekmény miatt nem adta ki a Fidesz, és a jelenlegi büntető eljárási szabályok szerint mindaddig, amíg képviselő, nem lehet lefolytatni az eljárást, de ahogy megszűnik a képviselői tisztsége, akkor folytatódik az eljárás, le kell folytatni ellene, tehát kik fog kötni a vádlottak padján, ugyanis abban az ügyben, amiben nem adták ki, 5 személyt elítéltek, valamennyien szabadságvesztés büntetést kaptak, egy végrehajtató, egy személy, 4 meg felfüggesztett börtönt. Nyilván retteg Simon ettől, és hát fog a körömben, akár ilyen eszközök árán is szeretne képviselő maradni, és hát ez volt a beugró nagyon gyorsan a kampányban. Hát ahogy vége volt az esti órákban ennek a kampányülésnek, nyilván égtek a telefonok, szóltak, hogy tudom-e, hogy mit csináltak Simonék Nyírbogáton, hogy kiosztottak ilyen szórólapot, kivetítések, Bajnai Gordon a Libával. Egyébként nem csak engem sértegettek ott, hanem a Jobbiknak a képviselőjét, jelöltjét, és akkor még egyébként ő országgyűlési képviselő is volt, kis úr. És hát én először felhívtam Simonékat telefonon, hogy figyeljetek, hát igaz ez? Hát azt nem mondtam nekik korábban, hogy álljad év. Amikor rájöttek, hogy a sajtó is érdeklődik meg, hát ez azért nem csak személyiségi jogot sértő, kártérítésre alapító adó per, hanem ez bizony büntető ügy is, akkor letagadták újságíróknak, mindenkinek, és égtek a telefonok Simonék környezetében is, mert 2-3 nap múlva már akit felhívott az újságíró, már ott volt, tudtuk, hogy ott volt, mert tudtuk, mert azért tájékoztattak engemről, mindenki letagadott mindent a csillagoségre. Meguntam, feljelentést tettem büntetőt Simon meg Simonné ellen, Simont ismét nem adta ki a parlament, mert hát magánvárosban nem adja ki. Simon Néjelen viszont jelenleg is a büntetőjárás folyamatban van, Heves megyében, mert az én ügyeimet itt nem tárgyalják a megyébe,
érthető okoknál fogva, így a polgári per első fokon az Egerbe volt, míg a Simonné büntetője az Miskolcon. Ugye a másodfok meg a büntetőbe Borsod, a polgáriba meg Debrecen az ítélőtávra. Körülbelül 3-3,5 évig tartott a per, ügyvédek garmadát vonultatták fel Simonék. Az eredmény az lett, csak a jogerős ítéletet mondom, hogy kötelezték Simon meg Simonnét, hogy fizessenek nekem kártérítésként 2 millió forintot a jogerőre emelkedéstől számított 15 nap alatt, és annak a 2013. november 6 napjától járó kamatát. Eltiltotta mindkettőjüket a további jogsértéstől az ítélőtávra jogerősen, és feljogosított engem arra, hogy a Simoné költségén megrendeljek a Kelet-Magyarországba és a Magyar Időkbe egy újsághirdetést, amiben közlöm, hogy mi történt ebbe a per, vagy magyarul, hogy elítélték ebbe a polgári ügybe, megállapították a felelősségét Simonéknak. Írtam egy levelet a Magyar Időknek a június 1-i ítélethirdetés után, hogy szeretném, ha közölnék ennek a pernek az eredményét, de tisztességgel leírtam, hogy fideszes országgyűlési képviselőről volt szó, fizetem én, megelőzem a költséget, azt majd Simonék utána, vagy ki visszafizetik nekem az ítélete alapján, a számla alapján szépen, ha meg nem, akkor csúnyán bírósági végrehajtás útján. Magyar Idők rövid időn belül válaszolt, hogy nem hajlandó közölni. Hát ugye én ma a sajtószabadság a fizetett hirdetésre is szükség, hogyha jogerős ítéletben olyan borzalmak vannak megállapítva, amit ezek az emberek csináltak. Megkerestem a Kelet-Magyarországot is, konkrétan a szöveget is közöltem, az ítéletre hivatkoztam. Úgy volt, hogy hát felveszik a hirdetést, és akkor meg fog jelenni valamelyik lapszámba. Én kifizetem, Simonék meg majd kifizetik nekem, ha tetszik nekik, ha nem. Nem ilyen egyszerű ez. Lakályosodik ám rendesen a Kelet-Magyarország is, meg retteg ám ettől a kétharmados, háromharmados hatalomtól, mert ez a kétharmad tetszenek tudna a politikába, az háromharmad. Na tehát visszaszólnak nekem, hogy hát küldjem már el az ítéletet. Mondom, hát az ítéletet nem tudom elküldeni, mert június 1-én hirdették ki. Ott azonnal a helyben jogerős, de írásban még nem foglalták. Jó, akkor ne hirdessük, majd ha írásbeli ítélet meg lesz. Írásbeli ítéletet átveszem, azt hiszem 27-én, június 27-én, akkor a kikézvesít elő Debrecen Egernek, majd Eger nekem. Megküldöm az ítéletet, hogy ima az ítélet. Itt van benne, nem az indokolásban, a rendelkező részben, hogy fel vagyok jogosítva arra, hogy a keretműszerű meghirdessem. Na most normál esetben elolvassák az ítéletet, rendben van, itt van benne, semmilyen veszély nem fenyeget, a hirdetést felvesszük. Visszaírnak e-mailen nekem, hogy van itt egy kis baj, mert hát Simon Miklós, az meg a Simonné felülvizsgálatát kérte az ítéletnek a kúriánál, sőt, még ott valami, hogy mondjam, nem túlságosan képzett jogász hölgy, még kioktat engem arra, hogy hát mi lesz, hogyha a kúria megváltoztatja az ítéletet, akkor ők követnek el Simonék sérelmére személyiségi jogi sértést, és hát visszaírok, hogy már engedelmet kérek, jó lenne, ha megnézni valami olyan jogász is most már, aki ért is valamit ehhez a szakmához, hogy egy jogerős ítéletet végrehajtunk, és nem várjuk meg a kúriai felvizsgálatot, aminek semmilyen kihatása nincsen jelenleg a jogerős ítélete, mert az ítélet jogerős és végrehajtható. Ezt követően visszaírnak, hogy már akkor nem hangoztatják, hogy azt mondják, olvasom mindjárt, tessék figyelni, azt mondja. Az első és másodrendű alperesek, ez Simon meg Simonné, a kúriánál 2011. június 27-én érkeztetett felülvizsgálati kérelmükben kifejezetten kérték az elégtételadás végrehajtásának felfüggesztését, arra hivatkozással, hogy ez nem reparálható a nyilatkozat közzétételére jogosítja fel önt.
és közlik velem, hogy ebben a függőjogi helyzetben a általam fizetett hirdetésként közölített elégtételt adási nyilatkozatot nem hajlandó 2017. június 30-án megjelentetni. Kérdésem a következő. Hogy került ez az információ a Kelet-Magyarországhoz? Egyébként nem hiszem el ezt, hogy június 27-én a kúriához ez megérkezett volna ez a felvizsgálati kérelem, ugyanis körülbelül egy időpontban vettem át én is ezt a ítéletet, mint a Simonék ügyvédje, aki szintén budapestiek, meg van nyíregyházi ügyvédje. Kérem, 27-én ez nem lehetett a kúriánál. Elmondom azt is, hogy miért. Azért nem lehetett. Ott ellenőrizni fogom, és fogom tájékoztatni a közvéleményt. De hát valótlan, amit közöltek a újsággal is, mert a felvizsgálati kérelmet ugyanis nem a kúriához kell benyújtani, hanem az elsőfokú bírósághoz. Az meg kizárt, hogy 27-én átveszek egy ítéletet, és 27-én elkészítem a felvizsgálati kérelmet, továbbítom az EGRI törvényszékre, és az már továbbítja a kúriára. Kúriához lehetett érkeztetni valamit, mert bemegyek oda, lebélyegeztetem. Az a felvizsgálati kérelem, az, ha így beérkeztették az ügyvéd kollégák, az csak arra volt jó, hogy megtévesszék a Kelet-Magyarországot. De a végrehajtást nem függesztette fel a kúria. Mindez ideig nem kaptunk róla semmit. A felvizsgálati kérelemnek semmilyen halasztó hatája nincs az ítélet végrehajtására. Ehhez képest ott tartunk, hogy gyávaságból, a hatalom iránti félelemből, fene tudja mitől, mert remélem, hogy oda még remélem, hogy nem jutottunk el, hogy Simontól meg Simonétól retteg itt egy sajtóorgánum akkor, hogyha rájuk nézve terhelő hirdetést fel akarok adni, pénzért, ítélet alapján, és nem meri leközölni. Hát üzenem a Kelet-Magyarország illetékeseinek, nem az itteni újságírókról beszélek, hanem az illetékeseinek, akik megbízást adnak ügyvéd kollégának, hogy ezt a maraságot leírja, azt üzenem nekik, hogy meg lehetne állni a lakályosodásnak az útján, mert úgy tudom, hogy még Mészáros Lőnét ezt a sajtóorgánokat még nem vették meg, bár úgy gondolom, hogy ez csak időkérdése. Na most azért, hogy teljes legyen az öröme a Simon házaspárnak, most akkor rosszabb, mert most mindenféle sajtóorgánumon közölni fogom azt, hogy mi is az, amit nem közölt le a Kelet-Magyarország hirdetésként meg a Magyar Idők. Na kérem, elégtétel adás a debreceni ítélőtábla jogerős ítélete alapján. A debreceni ítélőtábla jogerős ítéletével minket, dr. Simon Miklóst, a nyírbátori 6-os számú választókerület Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét, és dr. Simonné dr. Rizsák Ildikót, Nyírbogát település fideszes polgármesterét arra kötelezett, hogy nyilvánosan adjunk elégtételt dr. Helmeci László nyíregyházi ügyvéd részére, mert mi megsértettük a jó hírnévhez fűződő személyiségi jogait azzal, hogy 2013. november 6. napján Nyírbogáton általunk szervezett és bonyolított Fidesz választókerületi ülésen egy kuruszínforról letöltött, valótlan tartalmú, becsületsértés rágalmazó, az emberi Helmeci László emberi méltóságát és személyiségi jogait sértő tartalmú szórólap került kiosztásra. Az ítélőtábla jogerős ítéletével minket, dr. Simon Miklós és dr. Simonné dr. Rizsák Ildikót eltiltott a további jogsértéstől, és kötelezett minket, hogy egyetemlegesen fizessük meg dr. Helmeci László részére 2 millió forint, azaz 2 millió forint kártérítést, és ezen összeg 2013. november 6 napjától a kifizetésig járó törvényes kamatát. A jogerős és végrehajtható ítélet feljogosította dr. Helmeci László ügyvédet arra, hogy a mi költségünkön adja fel az elégtételadást tartalmazó nyilatkozatunkat a Kelet-Magyarország és a Magyar Idők című napilapban fizetett hirdetésként. Az ítéletben foglalt elégtételadási kötelezettségünknek jelen hirdetésnek a Kelet-Magyarország című napilapban 2017. június 30-án megjelenő hirdetésével teszünk eleget, aláírás dr. Simon Miklós Fidesz országgyűlési képviselője, dr. Simonné Rizsák Ildikó Nyírbogát polgármestere.
ha tetszettek hallani, aki kizárólag az ítéletben foglalt rendelkezéseket közölt, küldtem meg a Kelet-Magyarországotnak, és nem volt olyan dolog leközölni. Tehát erről nekem az a véleményem, hogy jól láthatóan Simonék és a jogi képviselők úgy tűnik, hogy még a jogerősítélet végrehajtására sem hajlandók. Most fogom közölni néhány napon belül a jogi képviselőkkel a számlaszámomat, azt üzenem, hogyha a 16. napon nem látom a számlán a kártérítést kamatokkal együtt, akkor megy a bírósági végrehajtó, azt a költségek csak növekedni fognak. És azt is ígérem, mert meggyőződésem, hogy ez a kúria, ez az ítélet, ez nem fog hozzányúlni, nem fogja felfüggeszteni a végrehajtását, mert ilyen ordinári és személyiségi jogos sértő cselekmény, még a politikában is ritka, amit ezek az emberek csináltak. Úgyhogy előbb-utóbb számon fogom kérni a Kelet-Magyarországon, hogy nem függesztette fel a kúria, végre jó pénzért tetszenének közölni, a Simonékra nézve bizony igencsak dehonestáló és közleményt. Azért kértem egyébként a bíróságot, hogy a magyar időknél hirdethessen meg, mert időközben a Népszabadság megszűnt, eltűnt, és annak idején országos napilapként a Népszabadság volt az, aki erről írt. Meg arra gondoltam, hogy a magyar idők, ha megjelenteti, hogy olvassa az az olvasó közösség is, hogy miféle emberek vannak abban a politikai közösségben, hogyan viselkednek a politikai kampány során, meg a magánéletükben, hogyan viselkednek abban a politikai, akikkel ők együtt politizálnak. A Kelet-Magyarországnak Isten bizony azért kértem, mert annak idején írt róla, és azt akartam, hogy hát akkor adjuk fel itt fizetes hirdetésként, bevétel a lapnak, lokálpatrióta vagyok. Erre nem merik leközölni. Hogy értik ebben az ügyben a döntéshozók, hogy mire gondolok, meg kéne állítani a lakályosodást. Mert ez nem jó. A sajtónak nem ez a dolga. Köszönöm, hogy meghallgattam.